Na, sziasztok, szavaztok, én Raven vagyok, ez pedig itt a Darksiders stream fog bekövetkezni hamarosan. Ami azt jelenti, hogy egy-két percen belül, és hát megpróbálok egy apokalipszis nehézségű szinten belevágni a dolgokba, és lehetőség szerint összeszedni minden fantasztikus gyűjthető tárgyat, meg fejlesztéshez szükséges tárgyat, amit meg lehet találni, aztán majd kiderül, hogy mennyire is fog ez így összejönni. Azt hozzá kell tennem, hogy Darksiders-t azt én nagyon-nagyon régen játszottam végig, úgyhogy nagy valószínűséggel lesznek olyan részek, amikre már nem emlékszem, és egy kicsit így bele fogok gabajodni talán a dolgokba, de legelőször is ellenőrizném a hangot, hogy nem-e csak így magamnak beszélek ki a fejemből, úgyhogy egy gyors hang ellenőrzés után vissza is térek. Ó, nagyszerű. Elméletileg tök jó. Meg láthatóan valamennyire fejlődött ez a Twitch-es rendszer, és kevésbé késik, mint idáig. Az majd játék közben meg fogom nézni, hogy mennyire hangos a játék hozzám képest. Én hát elég hangosan hallom a játékot, úgyhogy azért is kell egy kicsit így sikoltoznom, meg ordítanom. Úgyhogy kezdjünk is bele egy apokaliptik nehézségi szintbe. És ahogy látom, tök frankon félreírtam a címet. Tök mindegy, vágjunk bele. Xbox 360-as verzióról van szó, ugyanis mai nap folyamán bekerült visszafele kompatibilitásba, szóval nem az újra kiadott Warmaster. Azt hiszem, talán Warmaster volt az eredeti, vagyis az újra kiadott résznek az alcíme. Úgyhogy bele is vágunk itt a dolgokba. Aki ismeri a játékot, az ismeri, aki nem, az most majd meg fogja ismerni. Since the dawn of time, the armies of heaven and hell have waged an endless war. Drawn to the conflict was the Charred Council. An entity bound by ancient laws to preserve order and balance. It held that any great power, unchecked, threatened the very fabric of the universe. In time, heaven and hell came to honor the council and its laws, for none were beyond the swift and terrible justice of the council's enforcers. A fearsome brotherhood known as the Four Horsemen. Amid the turmoil, the first humans emerged. The council foretold that these weak but cunning creatures would someday be integral to the balance. Thus, a third kingdom was named. The Kingdom of Man. By order of the council, a truce was forged between heaven and hell. The Great Pact was bound by seven seals to be broken at the appointed time. When man's kingdom stood ready for the end war, a battle that would bring balance and determine the ultimate fate of the three kingdoms. Scientists continue.
Na, megérkeztünk jó kis háborúval. És szépen elkezdünk zúzni mindenkit, akit csak lehet. Kicsit lentebb veszek a hangerőből, mert még mindig irtózatosan hangos a játék. Na, szóval... megérkeztünk háborúval, és most még elég táposak vagyunk, de hát ez hamarosan el fog múlni. De... addig is megpróbálunk oda kúrni a rendszernek, és legyőzni ezt a nagyszerű dögöt. Chaos formánk már nem sokáig lesz velünk, úgyhogy megpróbálok sietni. Egy még nem pusztult meg sikeresen, úgyhogy hozzá még szépen visszamegyünk. És hát követjük nagy barátunkat. Immáron. Immáron nem káosz formában, és elég gyengülve. A stream az nagyjából egy óra hosszáig fog tartani, ugyanis nekem holnap reggel elég sok dolgom lenne, aztán remélem, hogy lesz is. Úgyhogy sajnos nagyon szerintem nem fogunk belemélyedni a logikai dolgokba, meg egyéb helyzetekbe. És minket közben hátulról valaki nagyon durván sevez. És lehet, hogy meg is fog pusztulni így már az elején, bár annak nem igazán örülnék, hogyha ilyen hamar kifogna rajtam az apokalipszis nehézségi fokozat. Sajnos már nem is nagyon emlékszem, hogy hogyan lehet visszatölteni az életerőnket. De hát biztos, hogy nem úgy, hogyha mellé ütök az ellenfélnek. Igen, és az sem lenne hülyeség, hogyha így elkezdeném kijelölgetni magamnak az ellenfeleket, talán könnyebben rájuk tudnék mászni. Hol van ez a kinövés? Ja, megvan. Alap ellenfeleknél annyira nem kell a rátartás, de hát nem árt, hogyha van. És azt még nem mondtam el, de
következő havi Games with Goldba ez a játék lesz az egyik elérhető sumo. Oh, hát köszi! Jó, menjetek csak. Én addig kicsit körbe nézek. És igazából arra voltam kíváncsi, hogy hogy fut visszafel a kompatibilitásba a játék. Eddig nagyjából azt mondom, hogy frankó. Hát szebb nem lett, mint a Red Dead Redemption esetében, de hát szebb nem lett a... Nem lett az újrakiadás sem, szóval igazából ezt annyira nem is várom el tőle, hogy valamivel szebb legyen. Viszont legalább nem fut rosszul, szóval már egy fél siker. Cserébe viszont nagyon durván le vagyok amortizálva életerőügyileg. És ezt meglátszik az apokalipszis nehézségi fokozat, ugyanis egy ütésből leviszik a fél HP csíkjaimat. Ezek az alap kis dögök. De szerintem itt nagyon durva elhalálozások lesznek a elkövetkezendő időkben. Ha csak rá nem jövök, hogy hogy a fenébe tudom elszívni belőlük az energiát, mert az arra szerintem lesz lehetőség, de az lehet, hogy egy fejlesztés. És valamiért úgy rémlik, hogy kivégzések alkalmából én ezt megkapom, de jelen pillanatban nem nagyon szeretnék kivégezni itt a ellenfeleket, vagy szétütött tárgyakból is jönne energia, de az lehet, hogy tényleg csak egy fejlesztés után fog előjönni, és tényleg nagyon nem emlékszem már rá, hogy hogy is volt, úgyhogy lehet, hogy ez egy kicsit túlvállalt dolog volt, hogy én elkezdem a legnehezebb fokozaton tolni a játékot, de hát ez van. Majd valami lesz, remélhetőleg, és nem fogok nagyon durván megszívni semmit, de itt már az a durva, hogy erre a része annyira nem emlékeztem, hogy nagyon. Die, darling, die! Jó, hát ezt nem kellett volna szétütni. Ez viszont fájni fog. Főleg, ha... Főleg, ha nem kezdek el azon nyomban dash-elni. És nagyon cefetül el így életügyileg, úgyhogy ebből szívás lesz. Az most már tuti. Essél le, kis köcsög. Megszabadítalak gondjaitól. Ez viszont... nem lesz szerintem egy egyszerű menet, bármennyire is azt képzeltem. Ennek a nehézségi foknak amúgy az a kulcsa, hogy el kell csúszkálni az ellenfelek elől, csak ez nem nagyon jön össze. Avatar, what is this? Where are my brothers?
cannot be. A final seal. My lord! How did this happen? Not broken! Habaddon! What in heaven's name have you done? I answer the call. Akkor bele is kezdünk az első boss harcunkba. És elég cefet módon értünk ide. És van egy olyan tippem, hogy az életerő csíkja dögnek pont belelóg a streamelő kis csíkba, vagy egyszerűen nincs. Jaj, dobjál kocsit. Köszönöm szépen. Ajaj, ez benézős volt, úgyhogy ebből szívás lesz. Kérek autót. Nem ezt kérek. Autót kérek, autót. Nem, még mindig autót kérek. Köszi. Aha, meg azt, hogy közelebb menjek, azt is kérem. Hát ez megint egy elbalfaszoskodott kör volt. Remek. Köszönöm szépen, pont ezt akartam, hogy még sérüljek is. Jó, lehet, hogy ez késő van ez a fokozathoz. De ugye kiderül, hogy mennyire. Gyere, babám! Oké. Okay. És most akkor kérek autót megint. Köszi. Időlsz? Persze, hogy nem. Az a második ne. Ne hányjál, légy szíves! És akkor most autó? És most akkor autó. És akkor most megfeküdsz, jó? Köszi. El kellett volna ugranom. Ja. Akkor most erre figyeljünk oda. The law is clear when the seventh seal.
stride forth to punish the wicked. Be they sons of men, lords of heaven, or the dregs of hell. All upon the earth will be judged, and the bad forged anew. You forget your post, horseman. You forget the law. No call was given, yet the destroyer marched, and there you were found. Under his black banner, if the claims are true. To hell with your claims! The seals were broken! I was summoned! Then where are the other horsemen? Were they not summoned as well? The seven seals are hidden, as they have been since the pact was forged eons ago. All of them intact. There was no call. You raided the Dark Ones. Broke a sacred covenant that has doomed mankind, and threatened the balance. Do you deny it? When I rode, heaven and hell were already at war. Abaddon was there. He knew something. Abaddon fell, fighting off the chaos you unleashed. I fought powerless against the demons, and still you accuse me? Your defeat proves nothing. Likely the Destroyer cast you aside when he was finished with you. You have defiled the law, Horseman. You will be punished. I serve only the Council. Only the Balance. As the Horsemen always have. Send me back. I will punish the ones responsible. How? What hope do you have against the Destroyer's armies? You are powerless. Then I will fail, and the demons will have carried out your sentence. Very well. You will return to the Earth. But you will be watched. Come forth. Nos, vissza leszünk küldve a földre, mindenféle erőnket elvéve. De cserébe kapunk jó kis kardot, meg pár jó kis felszerelést, amivel utunkba frankon leszünk. Ez egy különleges képesség a kardnak, a földből kardok fognak kijönni, de szükség van rá. Hát nevezzük skill pontnak, és akkor azzal szépen tudunk egy ilyen jó kis területre ható jóságot teremteni. Ők, ezek a lelkek, háromféle lélek van, egyik a dühöt erősíti, másik az életet, a harmadik pedig a fogalmas nincs, mi az a Caressy, de majd rá fogok jönni. Azt hiszem, hogy
az pedig az ilyen különböző, nevezzük mágiaszerű dolgoknak az elő hozatalába fog segíteni. Council confers with demons now, does it? Since the truce was broken, some demons have fallen from the Destroyer's favor. Volgrim is one such outcast. He has long sought an audience with us. How long have I been here? Looks like our trajectory was a little off. Not so fast, horseman. Let's lay down a few ground rules. Until this is over, you're a dog on a leash. I say bark, you bark. And if I have to kick you, you'd better not bare your teeth. Understand? Or should I teach you to play dead? Good boy. Nos, visszakerültünk a földre. Elvesztettük minden, minden eddigi bedességünket. Úgyhogy most a semmiből kell, hogy felépítsük magunkat, meg hát még kedves Volgrim is csesztett minket, hogy mi a kis kutyái leszünk és hasonlók. És hát azért kellett egy majdnem fél óra ahhoz, hogy beinduljunk és elkezdjük a tényleges játékot, de hát 2010-ben azért még ez nem számított annak, hogy jaj, mert fél óra játszok, és még nem kezdődött el a sztori, azért azok még másfajta idők voltak. És hát a platformer elemekből sem lesz hiány, amik... majd folytatom. Szóval platformer elemekből sem lesz hiány, amiket leginkább a Prince of Persia játékok ihlettek, amikből nagyon régóta nem készült folytatás, pedig nekem lenne rá igényem. Na és innentől kezdve van az, hogy minden egyes gyilkolásunk után kapunk lelkeket, amik sima gyilkolások esetén szimpla lelkeket jelentenek, amiket majd fel tudunk használni a vásárlásokhoz, meg szintlépésekhez, meg minden jósághoz is. Amiket azt hiszem Bulgrimnál lehet elérni, de talán... Hát... talán nem. Talán de. Na. Van egy nagyjából inventory menünk, amikben majd szépen lehet pakolgatni mindent. Jelen pillanatban van egy életelixírünk, ami arra szükséges, hogyha az életelixírünk szépen lemegy, akkor ő az visszatölti. Viszont akkor már elég nagy bajban vagyunk. És van egy fegyverünk, amit van a különleges képessége. Ezeket a D-padon tudjuk mi szépen elosztani. Rosszul mondtam, a life elixír az csak egy életelixír visszatöltő.
De az jó, hogyha minél több van, és minél kevesebb szer használjuk föl. Artefaktok lesznek majd gyűjthetőek, és három különböző fegyverünk lesz, amiket külön-külön lehet majd fejleszteni. Őbelülök a nagy dögökből jönnek különböző másfél lelkek, amikkel a alapból életet és a haragot lehet táplálni. Hogyha harag föltelik, akkor a káosz formába szépen át lehet váltani. Amit az elején is bemutatott nekünk a játék, és akkor ilyen nagyon badass állatok tudunk lenni. Mert több lift már nem fog ránk szakadni. Úgyhogy nyugodtan mehetünk az utunkra. Na igen, tőle azért kicsit távol kéne tartani magunkat, mert ő azért oda tud baszarintani a rendszernek. Ami elég durva életerővesztésben mint párosul. Igen, különböző platform elemeket tudunk magunkével tenni. Hol van egy darab dög? Úgy döntött, hogy feladja a harcot. Nem döntött úgy. Nagyon nem döntött úgy. Gyere, babám. Jajaj. Ez... Na. Na hát most el is veszítettünk egy teljes életerőt. Amit nagyon nehezen fogunk tudni visszaszerezni. Úgyhogy jobb lenne nem belepusztulni. Pont, hogy nem feléd akartam csúszni. Jó, erre lehet, hogy nagyon durván rá fogok cseszni. Nem. Nem, úgy döntött, hogy hajlandó lesz meghalni. Viszont itt láttam egy ládát, amit ki is nyitok, amint ezeket a úriembereket megfosztok az élettől, vagy nevezzük bárminek, amikbe ők leledzenek, mert az már szerintem nem élet. Na, nyissunk ládát. És az szépen vissza is tölti nekünk a plusz energit. Szia, Dream War! És hát akkor folytassuk gyönyörűséges utunkat a jóságba. És lassan talán ki is jutunk a felszínre. Jó lenne nem belemászni azért az ő ütéseikbe se, akármilyen ellenyészőnek tűnik, azért az azért tud fájni egy bizonyos idő után. Ne, annyira nem véres a cucc. Na jó, csak egy kicsit. Oké, nagyjából frankók vagyunk. Gyakorlatilag nem. Nem, ez nem a remaster, ez a sima 360-as.
Most került bele visszafele kompatibilitásba, aztán úgy gondoltam, hogy belekukkantok, hogy mégis mennyire lett jó ma maga visszafele kompatibilitás, hogy nem akad meg hasonlók, de elég simának tűnik, és hát azt nem mondom, hogy jobban fut, mint eredetileg, de rosszabbul semmiképp. Szela! Várjuk, hogy hogy is kell kinyírni. Azt hiszem, hogy csak ütni kell izomból, meg nem kéne hagyni, hogy megüssön, mert az... az cink. Az nagyon nagy cink, hogyha ő most itt megüt. Szerintem még egyszer megüt, akkor abba bele is pusztulok. Hát nem pusztultam bele, csak elvesztettem a plusz életemet. Pusztulj meg! Hát ez pont jól jött. Ez igazán pont jól jött. Igen, meglepően jól fut. Mondjuk a képernyőtörés az azért ugyanúgy itt van, de azért barátságos. A játék, majd még megnézem a kettőt is, de azt szerintem nem ma. ahhoz már elég kevés időm van. Jó lenne találni egy ládát, bár annyira nem vagyunk készek, csak említeni kellett. Ilyenkor lenne jó, hogyha meg lenne már a live share-ből a következő szint. How long was I gone? In Earth years? About a century. Long enough for the last of the mouth breathers to die off. Then the third kingdom is lost. Seriously, if so, you're surely not empty-handed, for this shall be the briefest of introductions. Seek the power behind the one called Destroyer. You will find the answers and the font of his power there. Oh, such haste to die. You aren't even a shadow of your former self. You wouldn't last a heartbeat. Besides, the way to the tower is shrouded by demon magics. Even I do not know the way.
Who does? Feed my hunger. And I'll feed your curiosity. Na, itt vagyunk, hogy Volgrim minket innen tovább engedjen, még jó pár lelket össze kell gyűjteni. Térkép. Nézzünk egy térképet. Pár ládikó van a környéken, ezeket szépen módszeresen begyűjtjük. Talán ezzel kezdem, de lehet, hogy oda bent csak halál is. Erőszak és vérvár. Nem baj, hát bele kell állni. Jó, hogy egy pár ládával meg is leszünk, meg szerintem mire eljutok az összes ládáig, addig tökéletesen el fogom érni ezt az 500-os lélekszámot, amit így magamével kell tudni. Oké, megvan, hogyha ezeket a kis pöcsöket megfogom és simán milliatakkal végzem ki, akkor tudok visszatölteni életet. Ezt azért jobb lett volna tudni előbb is, bár nagyon még nem cseszett ki velünk a game. Hát te ki a pöcsön vagy. Bakker. Kösz szépen. Valamiért nem rém lett, hogy blokkolás. Az van a játékba. Úristen. Jó, ez tényleg baromi régen volt, mert én eddig a csúszkálásra esküsztem, de lehet, hogy még anélkül is kivitelezhető, és nem is lesz annyira cink. Vagyunk ott van egy láda, viszont azt, ha jól tudom, az fönt van a tetején itt a feljárónak. Aha. És ahhoz még nincs meg a képesség, hogy oda fölmenjünk. Van egy itt szépen jobb oldalt, ez pálya végén. Hello, srácok! Ó, oh, te ki vagy? Hello, ka! Tök jó, hogy nem rád akartam fókuszálni. Még mindig nem rád akarok fókuszálni, nem nagy darab dögre. Basszus ebben. Nagyon durván benéztem, úgyhogy gyere ide! Basszus! Pedig a Life Elixirt annyira nem szeretném felhasználni, hogy nagyon nem. Aha! Hol vagytok, gyalog kakukkok? Csak adtam egy autót! Azt hittem, hogy elvezetsz a naplementébe. Ja, hogy ennyire nem érdekel? Oké, akkor én most itt szépen el... ...battyogok. Talán nem jön be. Hello, pont jól jössz. Meg a haverjaid is.
Gyere ide! Kell a élet. Zsír. Jó, majd visszamegyünk Wulgrimhoz. We have enough souls to feed Wulgrim's hunger. Now, maybe he'll feed our curiosity. Igen, tudom, Wulgrim, tudom. Tisztel vagyok vele, hogy megvan. Attól függetlenül... Az a baj, nem tudom, hogy tovább megy a sztori, hogyha én most oda megyek hozzá. Jó lenne, ha nem. Ez úgy annyira nem csipáznám. De talán nem. Seek out Samael's prison. Once, Samael was close in power to the Dark Prince himself. Some might even say, a threat. You will find, he is no friend to the Destroyer. Seek me out when you've gathered more souls. I will make it worth your time. Jó, Franco, meg nem kell tovább mennünk. Itt most egy kürtöt kaptunk a kedves drága Wulgrimtól, amivel meg tudok idézni jóságot. Na és hogyha elegendő lelket szerzünk, akkor kedves Wulgrimtól tudunk mindenféle jóságot összedni, és a fegyverfejlesztések is nála lesznek, és lesz egy nagyon frankó kaszánk, ami nem lesz baj, hogyha meg lesz, viszont itt még lelkeket kéne össze szednem. Mert azok nélkül nem szeretnék innen elmenni, bármennyire is vissza lehet még ide jönni a későbbiekben. Hol van a nagy darab dög? Aha, már itt is van. Gyere, poci! Ops! Jó, azt lehet, hogy egy elbaltázott hülye ötlet volt. Ez pontosan az volt. Jó, nem baj. Ja, nézzük a jó oldalát. Visszatöltődött minden energiánk. És mehetünk még egyszer próbálkoznia. Pocival. Öröm az örömben. Az apokalipszis fokozat az már csak ilyen. Azt nem tudom, hogy veszítettünk-e. Energiát. Hát pár lelket lehet, hogy szépen ott hagytunk a francba, de én téged akkor is ki akarlak nyírni, akármennyire is nem tetszik neked. Hová tűntek az autók? Gyere, poci! Kifejezetten tudnék neki örülni, hogyha
el is csúszna onnan, ahonnan kell. Valami nem okés. Mennyire szégyentelenül balfasz nem lehetek. Pedig de. Hát... el kell, hogy keserítsek, de LMV-nek szerintem nem nagyon lesz második része. Legalábbis... hogy hívják? Remedy az annyira nem... Nem, az tolná a második rész, de kiadó szempontból annyira nem szeretné a Microsoft sem. Esetleg, hogyha multiplatformát tudnák csinálni, akkor talán szerintem megcsinálnák, de ugye a Quantum Break sikertelensége után én nem számítok arra, hogy ők annyira szeretnének a Remedy-vel dolgozni. Meg maga az LMV sem volt annyira annyira kimondott siker. Igazából talán csak amikor kijött PC-re, meg utána DLC-kkel együtt megjelent, akkor talán rá fogok cseszni már megint. Nem baj, még ezt a pár percet én megpróbálom azzal eltölteni, hogy őt kivégzem a fenébe. Ja, hogy nincs. Oké. Pocsi, ne legyél ennyire mérges. Ebbe de baromi jól belenéztem. Mint egy igazi analfabéta. Ezt mondjuk viszont már szerintem védenie kellett volna. Hát jó. Na ez a cég, mikor egy szimpla, bármikor visszatérő ellenfél úgy megfingat, hogy ez valami eszméletlen. Megmaradnak a... Valamennyire megmarad a lélek szám, amit összegyűjtünk, bár sok nem volt belőle. Van egy olyan érzésem tipre, hogy sokkal jobban járnék vele, hogyha tovább mennék. És kicsit fölfejleszteném magam, mert valahogy annyira nem adja úgy Isten igazán, főleg, hogy itt is itt van egy ilyen idióta állat. Kap be, poci! Miért van egy olyan érzésem, hogy mindenféleképpen nekem itt tovább kéne menni, anélkül, hogy én itt bármit is csinálnék? Várjunk, ez egy zöld trutyi. Takarodj! Azt hiszem jobban járok, hogyha nem fókuszálok rá, mert így... mintha kicsit sokkal messzebbre tudna csúszkálni. Ó, hát az LMV-ket én nagyon bírtam, szerintem egy baromi jó játék. Úgyhogy... szeretnék én is belőle nagyon egy folytatás, de... Hát... Nagyon
kicsi esélyét látom rá. Meg ráadásul, ami R2 szekcióba készült a... Nem emlékszik már a címére, valamilyen Nightmare nevű ilyen kis folytatás, vagy ilyen spin-off-szerűség. Nem fog eszembe jutni a... American Nightmare. Az már olyan kicsit bénácska lett, és annyira nem vonzott a triál után, hogy én ezt beszerezzem, pedig én ezt akartam szeretni, de valamiért nem adta az, mert és szerintem ők úgy voltak vele, hogy ha az valamennyire sikeres lett volna R2 szinten, na most léptem szintet. Kardügyileg. És hogyha sikeres lett volna, akkor szerintem még benne lettek volna egy esetleges folytatásba. De figyelj, mert a haverodat én olyan gyönyörűen kinyírtam, te miért nem vagy hajlandó megpusztulni? Csak egy kósza ötlet. Bakker! És komolyan meg fog szivatni! De ez egy ugyanolyan dög, mint az előző. Kérdés, hogy ezt elmentette itt? Na menjünk, léptem szintet. Elméletileg, gyakorlatilag. Gyakorlatilag még mindig nem kaptam meg a frankó kis mozdulataimat. De magát a szintlépés nem mentett el? Még akár az is lehet. Én csak ha ide elnézek, akkor meg itt jönni fog a gyökér. Nem úgy, hogy ez már halottnak számít, úgyhogy az el van mentve. Nagyon kéne a túloldalról az a lélekkel teli pak. Nincs még elég lelkem, hogy tudjak tőle bármit is venni. Ezt a baszott nagy dögöt ki kéne nyírni. Mindenféleképpen ki kéne nyírni ezt a rohadékot. Szavazz, bogyóka! Megbeszélhetnénk azt, hogy megpusztulsz a francba végre? Csak így tipp, ügyileg. Szeretnélek megkérni arra, hogy dögölj már meg. Még egy. Ez de...
Jó, ez... Na-na, na-na! Na végre, tessék már megdögleni! Na, eddig... Figyelj, most töltem meg a nagy haverodat, hát ne szólj már bele a dolgomba. De gyere ide, adj egy kis... gyógyítást. Na és ez eddig... Na mindegy. Nem tudom, hogy eddig miért nem sikerült, lehet, hogy azért, mert pofázok közben is. És nem arra koncentrálok, hogy... Köszönöm, hogy megdöglöttél. Ja, hogy ez is zöld. Jó, akkor lehet, hogy annyira tök felesleges nekem itt caflatnom ezekért. Zöldeket nem szeretném kinyitni, ugyanis későbbiekben még vissza fogunk ide jönni. És akkor majd még jó. Jó lesz. Hát ezért az egy ledeér szenvedni ennyit. Simán elég lett volna, hogy később, amikor ide vissza kell jönni, akkor majd kinyitom. Na mindegy. Akkor menjünk... Menjünk, nyissuk ki az ajtót. Legelőször is. Az is egy zöld. Jó. Azok majd tök jól fognak jönni a későbbiek során. Menjünk, nyissuk ki az ajtót, és akkor bemegyünk a... fő-fő területünkre, ahonnan majd tudunk mászkálni. Meteor Strike. Na. Fejlesztésünk van. Fejlesztésünk van, ami jól fog jönni. És ezt szépen be is pozícionálom. Menjük, hogy ezt nem is kell aktiválni. Jó. Hogy is van a kürt? Kéne nekem a kürt. Csak nem ebből a menüből. Remek. Itt a kürt. Passzív, mint passzív képesség. I can't wait to find out what's behind it. Na, menjünk is. De igazából simán kinyithattam volna ezt a kaput, mert... ideig is. Itt is sok élet visszatöltő. Ezt sem nyitom ki addig, amíg nem lesz feltétlenül szükséges. Nem
tudom, hogy ezeknek nekiálljak-e már, vagy még, vagy valami. Jó. Na. Itt kaptunk egy gyönyörű kis mentési pontot, és az egy órát már túl is léptem. Úgyhogy én most itt elbúcsúznék. Szépen alásom ma estére. És akkor közelebb, ami nem tudom mikor lesz, mert tényleg nem tudom. Legközelebb majd valamikor remélhetőleg folytatom, nem minden mást. És akkor innen. Na, jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok!